Kedves nézőink, május 5-én a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából tartott előadást Pécsi Tibor történész a Szabadidő Központban a hídgyülekezetének szervezésében. Mi az előadás előtt beszélgettünk vele? Ahogy már hosszú évek óta minden alkalommal, úgy idén is fontosnak tartjuk, hogy megálljunk egy pillanatra, és megemlékezzünk arról a 49 ajkai áldozatról, akiket városunkból hurcoltak el 1944. május 23-án. Holokausztról sokféle aspektusból lehet beszélni, az áldozatok oldaláról, az elkövetők oldaláról, a kívülállók oldaláról. Ma este hogy milyen aspektusból hallunk erről? Egy kicsit tágabb formában szeretnék, vagy tágabb kontextusban beszélni a témáról. Ugye a holokauszt ajkai áldozatainak az emléknapja kapcsán szervezték ezt a szabad egyetemi előadást, megemlékezést, aminek azt a címet választottam, hogy cionizmus, holokauszt és Izrael, hiszen rengeteget lehet hallani arról, hogy Izrael állama azért létezik, azért áll fenn, mert a nyugati világnak bűntudata van a holokauszt miatt, lehet hallani olyanokat, hogy a cionizmus, mint egy világösszeesküvés szervezte meg magát, a holokausztot is, és ugye Izrael állam megszületését, és én szeretném ezt egy kicsit ilyen történelmi kontextusba, történelmi környezetbe belehelyezni, hogy valójában mi is a cionizmus, szitokszó-e, vagy valami más, valóban a holokauszt miatt van-e Izrael, és egyáltalán mi ez a modern Izrael, nagyjából erről szeretnék beszélni, persze olyan kényes kérdéseket is érintve, ami esetleg az érdeklődőkben felmerül. És ha lehet ezt egy röviden két mondatba összefoglalni, ha már felmerült, tényleg van a nyugatnak lelki fordulása? Hát ez jó lenne, ha lenne, de hát ugye a nyugatnak inkább azt mondom, hogy van egy politikai kultúrája és egy emlékezet kultúrája, és kötelességének érzi, hogy az áldozatokról emlékezzen, akár az örményekről, ugye ahogyan egy hete vagy két hete voltak ilyen rendezvények, világszerte és Magyarországon is megemlékeztek az örmény genocidiumról, népirtásról, és hát természetesen a nyugati világ megemlékezik a holokausztról is, mint ami a nyugati világ csődjét jelenti tulajdonképpen, hiszen ebben a magát kereszténynek nevező kultúrközegben valósult meg a történelem egyetlen olyan népirtása, amely kizárólagosságra törekedett, magyarán minden zsidót meg akartak ölni, aki él. Úgyhogy ennek jele lehet az is, hogy a hétvégén Angela Merkel német kancellárasszony a Dachaui táborban a felszabadulás emlékünnepén megjelent, és egy komoly beszédet is mondott. Nagyon örülök, hogy az örmény népírtást említette, hiszen pontosan ez lett volna a következő kérdésem. Valóban népírtás történt, hiszen ezzel kapcsolatban sem egységesek az országok álláspontjai. Hát igen, ugye itt vannak különböző kérdések, a holokauszt népírtás, tömeggyilkosság fogalmakat gyakran összemossa, már elnézést a média a hozzá, és a hozzá nem értő emberek. Hát mindenképpen akkor beszélünk, ugye van egy népírtásról szóló definíciója az ENSZ-nek, amely ugye arról szól, hogyha egy nemzeti vagy vallási kisebbséget, de elsősorban nemzeti kisebbséget csupán a származása miatt üldöznek, megbélyegeznek, ellehetetlenítik az életkörülményeit és meggyilkolják őket nagy számban, tömegesen, akkor népirtásról beszélhetünk. Ugye ez annyiban más, mint a holokauszt, hogy az örmény népirtásban a világon élő összes örményt nem ítélte halálra a török kormányzat, viszont a nácik a világon a földszínén élő összes zsidót halálra ítélték. És hát természetesen persze tömeggyilkosságként tekinthetünk a politikai üldözések áldozataira, akár a sztálini diktatúrában, de ezek ugye más-más fogalmak, más-más szörnyűségeket takarnak, és azt gondolom, hogy fontos ezeket világosan megkülönböztetni. Ismét elébe ment a kérdésemnek, hiszen a következő ez lett volna, hogy ha a nyugati keresztény kultúra felelősségéről beszélünk a holokauszt kapcsán, ugyanakkor kelet felé nem nézünk, hiszen tudjuk azt, hogy Sztálin is ezrével írtotta a zsidókat. Sőt, hát tízezrével és százezrével, és ugye a halála, amely egyébként éppen egy zsidó ünnepen Purimkor következett be, amely éppen a népirtástól való megszabadulás emlékünnepe,
Sztálin ő maga bekívánta fejezni azt, amit Adolf Hitler elkezdett, és a zsidó orvosok perével és a zsidók, a Szovjetunióban élő zsidók Szibériába telepítésével le akarta zárni tulajdonképpen a Szovjetunióban a zsidó kérdést, és hát nyilvánvalóan neki is megvoltak a bűnei, ezt senki nem vitatja, nem is szabad vitatni, viszont egy más jellegű faji politikát, ha mondhatjuk így, vagy nemzetiségi politikát folytatott, mint a nácik az általuk alsóbbrendűnek ítélt fajokkal szemben. Umberto Eco egy nagy regényében próbál lerántani a leplet az állítólagos cionizmusról, és arról, hogy is keletkezett, hogy alakult ez az elmélet igazából, ami cionizmussal vádolja ugye a zsidókat és a zsidók vezetőit. Vajon ez a cionizmus, amiről nincs beszélni akar, létező fogalom? Természetesen, de nagyon egyszerűen le tudnám fordítani önnek és a nézőknek, ez a zsidó nacionalizmus. Ahogyan a magyarok magától értetődőnek tekintik, hogy az ősi földjükön, a saját nyelvükön, a saját kultúrájukban, a saját történelmi hagyományaikra alapozva nemzetállamban éljenek, ugye ezt hívják Magyarországnak, ugyanígy a zsidóságban is megfogalmazódott a 19. század végén, hogy visszatérjen arra a földre, amelyet nem ő adott el, vagy hagyott el, hanem elűzték onnan, és a saját nyelvén héberül, a saját kultúrájában és a saját történelmi közegében egy nemzetállapot alapítson meg. Tulajdonképpen ez a cionizmusnak a lényege, és hát erről ez is majd meg lesz említve az előadásomban. Egy kérdés erejéig még visszatérve ide Ajkára, mennyiben érintette a holokauszt Ajkát? Hát ugye Ajkán is 100 fölött van bőven az áldozatok száma, akiket 44-ben, 71 éve elhurcoltak a városból, majd elhurcolták őket tovább Auschwitzba, és ott meg is gyilkolták a többségüket. Tehát ilyen módon érintett Ajka is, ugyanúgy, ahogy a többi több ezer magyar település, ahonnan hát a Budapest kivételével gyakorlatilag gyökerestől szaggatták ki 71 éve a zsidó polgárokat.